Sziasztok! Jancsa, Jani vagyok, a mai videóban pedig egy bombasztikus sertésburgert fogok nektek készíteni, ráadásul mangalicából. A burgerem fő alapanyagának, tehát a mangalicát választottam, és ez egybecseng a mai videóm partnerének, az Agrár Marketing Centrumnak a törekvéseivel is, akik szeretnék, hogy minél több kiváló minőségű mangalica hús fogyasszunk itthon. A megfelelő minőséghez elengedhetetlen, hogy jól táplálják a jószágot, mi azt aztán megfelelő forrásból szerezzük be, és akkor már egy lépéssel közelebb is kerültünk például ahhoz a hihetetlen gasztroélményhez, ami ma is fog történni itt a konyhámban. Ennek a szellemében kerestem fel én is a kedvenc hentesemet, akinél volt is egy adag jó kis mangalica tarja, melyet nem volt rest ledarálni, így került hozzám. Ebből fogok most egy fantasztikus burgert csinálni, lesz benne békönös majonéz, grillezett békön, kerül bele ropogós hagyma, jó kis olvarozó sajt, valamint lila káposzta saláta, szóval rengeteg dolgunk van, kezdjünk is bele! Hogyha rám hallgattok, először érdemes a káposzta salátával kezdeni, mutatom is hogyan. Fehér káposztát és lila káposztát apróra vágok, fölkarikázok új hagymát, valamint felaprítok egy kevés zöld almát. Beledobom egy edénybe. Ha ez megvan, jöhet a szósz. Japán majonézhez, hogyha nincs jó a sima is, adok egy kevés tejfölt, ebbe megy egy pici mustár, Worcester, barna cukor, mustármag, igazából ez is kihagyható, valamint só és bors. Jó alaposan összekeverem, majd ráöntöm az öntétet a száraz összetevőkre, alaposan ezt is elkeverem, és hagyom állni, hogy összeérjenek az ízek. Nem tudok amellett elmenni, hogy mennyire jól néz ki ez a darált tarja, és nem kell bohóckodni semmilyen külön zsír hozzáadásával, ez így tökéletes, ahogy van, és pont ezért a finoman eloszló zsírosság miatt lesz nagyon egyedi íze a mangalica pogácsának, amit már alig várok, hogy rácsapjak egy pirított zsömlére, de addig még van pár teendőnk. A sertés onnanról nem letérve, most egy kicsit foglalkozzunk a békönnel, kétszer-két szeletet fogok használni, és amelyik már a csomagolásban látszik, hogy egy kicsit nyomorultabb, ne adjuk, amikor kivesszük elszakad, azt nyugodtan vágjuk föl kockára és használjuk föl mondjuk a békönészhez, ami fog kerülni a burgerbe, és amelyik szép, azt pedig grillezzük le, így válhat majd ékévé, így egyben magának a mangalica burgernek. Szóval ennek a szellemiben hadd ne ismételjem magam, itt a békön felkockázom. Miután felkockáztam a békönt, elkezdem zsírjára sütni. Miközben sül, egy edénybe szedek egy kevés majonézt, adok hozzá barna cukrot, egy pici szójaszószt, majd hozzáöntöm az aranybarnára pirult békön, és ha a zsírjából is megy egy kevés, nyilván az sem gond. Ha ez megvan, örülünk, Vincent? Örülünk. És meggrillezek további két szelet békön, mert jó lesz az még a burgerbe. A következő feltét ropogós hagyma néven fog belekerülni a mangalica burgerbe, ha szakmázni szeretnénk, akkor ezt leoni hagymának is hívhatnánk, ha meg fancyzni, akkor crunchy hagymának, mert aki nem érti, annak ettől már is sokkal többnek tűnhet, mint ami lesz, de ti ne dőljetek be ennek, úgyhogy már is mutatom, hogyan készül. Felszeletelek egy fej vörös hagymát, megforgatom sima lisztben és per vagy rizslisztben, majd kis kötegekben olyan 160 fokos olajban kisütöm. Fontos, hogy ne legyen túl forró az olaj, mert akkor megég a hagyma, úgyhogy érdemes csekkolni és alacsonyabban tartani a hőmérsékletet. Ha van előttünk egy kis fehér zsírral márványozott vörös hús, akkor garantálom, senki nem lesz bús. Ennek a szellemében egyrészt, amikor pogácsát készítek, nem is dolgozom nagyon-nagyon túl a húst, csak így lazán egy kicsit összenyomkodom. Ami még fontos, hogyha hamburgert csinálunk, én szeretem magának a proteinnek, a húsnak az ízét megmutatni, ami belekerül, szóval nem lesz semmi extra fűszer, só, bors és ennyi megy rá, mintha egy jófajta steaket csinálnánk. Hát végülis az készült, csak ledarálva. Jöhet a sütés. A húspogácsomat elkezdem grillezni, sózom, borsozom, és egészen addig sütöm, amíg az alján létre nem jön egy kellemes, roppanós réteg. Fordítás után ismét fűszerek, majd jöhet egy szelet jófajta gouda sajt, és mivel a teljes átsütöttség a cél, így folytatom a hadműveletet. Legvégül, hogy ne hagyjam veszni a húsból kisült zsírokat sem, a félbevágott zsömlét is megpirítom a mangalica kisült zsírján, és amikor ez kész, jöhet az összeszerelés. A zsömle alját megkelem a békönézzel, erre kerül egy jó adag káposztasaláta, majd az olvadt gouda sajttal gazdagított mangalica pogácsa. A két szelet békön már rákerült korábban, pakolok rá egy jókora adag ropogós hagymát, végül a zsömle tetejét is megkenem a szósszal, és készen is vagyok. Hát ez a burger giga mega brutál juicy lett, kellett is alá egy kis parterli, nem magamnak a burgernek, hogy ne csöppenjen el. Úgyhogy hát megpróbálom így nagyjából kultúráltan megfogni, aztán cső. És hát akkor mit tudunk leszűrni a mai közösen eltöltött időnk folyamányaként?
ne féljetek a jó minőségű mongolica sertéshústól, vásároljatok tudatosan, és készítsetek viszok jó burgereket! Ha kíváncsiak vagytok arra, hogyan párosítottunk borokat street food ételekhez, akkor kattintsatok a felső videóra, hogyha pedig további burgeres videóra vagytok kíváncsiak, akkor az alsó felé tudtok tovább menni. Én Jancsa Jani voltam, és ne feledjétek, akkor jó a burger, ha mangalica, na szevasztok!